Borislava Pejanovics, az Újvidéki Vízművek Közvállalat szóvivője szerint a városi csapvíz teljes mértékben alkalmas a fogyasztásra. U laboratorijama javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija se redovno na svakih 45 minuta vrši kontrola ispravnosti vode. Uz to i Institut za javno zdravlje Vojvodine redovno vrši kontrolu kvaliteta i to na 18 mernih mesta duž vodovodne mreže, a i redovno se vrši kontrola ispravnosti vode u javnim bunarima. Tervek szerint hamarosan felépül egy új vízgyár is, ezzel javulna a víznyomás a peremvárosi részeken is. A megkérdezett újvidéki polgárok nem bíznak a csapból fogyasztott víz minőségében. Csula sem, hogy a Vojvodini najgore voda za piće, tako da kupujemo, ne pijemo ponekad. Tako da, ipak mislim da ne treba da se pije. Mislim da nije zdrava voda i da je ne treba baš, nije preporučljivo piti. Pijemo ovo flaširano. Az arzén magas koncentrációja miatt Nagybecskereken 2004 óta a vizet abszolút nem használják semmi másra, sem főzésre.